Én a 10 000 párt ültetők, vagy kapcsolatban programjai ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Hát ebből a 10 000 nagycsinatiből 5 000 már kiszáll. És a kapcsolással kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy rendelkezik-e önök olyan térképpel, hogy aki ezt a locsolást végzi ezekkel a locsoló autókkal, hogy hol van a konkrétan ezek a kapcsolatok, hiszen a Sercsakerbe azt tapasztaljuk, hogy ami a egyetlen sugárok mentén van a kapcsolatok, ezeket nem locsolják időként, viszont ami már kisebb utcában vannak, azokat észesen veszik. A környékünkön, ahol én élek, hogy itt igyekszünk a saját vízünkből, naponta locsoljuk ezeket a fákat, hogy próbáljuk őket megmenteni, de nyilván nem tudjuk olyan területen ezt megoldani. A másik dolog pedig, gondolom, hogy a főkertésze a Debreceni városának ért ahhoz, hogy hogyan és mi módon lehet fejleszteni a zöld területeket. A úgynevezett instant erdővel kapcsolatban nem biztos azt is tudja, hogy egyébként a fák gyökereken keresztül is kommunikálnak egymással, tehát biztos, hogy egy jó ötlete, hogy faládákba fákat ültetünk, amik pedig kiültetünk, azokat pedig nem mosoljuk. Köszönöm szépen! Balázs Ákos, akkor János Fedora, a terület felelősség fog válaszolni. Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Ugye először szeretném azt leszögezni, amire a hölgy is tart, hogy azok a szakemberek, akik ezt a társadalmat végzik, akár főket végzik, akár a szülterületi osztályi munkatársai, egyetemet végzett felelős szakmájukat, nagyon sokféle végző szakemberek, és az a csapat is, aki velük dolgozik, ők is hasonlóan jó szakemberek, és felelősen végzik a munkájukat, és szeretnék leszögezni. Ennek is köszönhető, hogy egy ilyen nagy évű társadalmi program tudtunk Debrecenben végrehajtani, és aztán amit folytatni is szeretnénk. Abból a felelősségből, amire utaltam, az is következik, hogy a fákat nem csak elültetni kell, hanem dolgozni is, és a megfelelő szakértelemmel elültetni. Ez nyilván vonatkozik a helyszínek kiválasztására is, vonatkozik arra, hogy felültetjük a fákat, azt hogyan kell gondozni, és vonatkozik arra is, hogyha Magyarországon tartósan hőmérsékleten kívül magas, akkor a fák hogyan reagálnak, és a szakemberek kellene, hogy kiértik, hogy hogyan működik a ilyen esetben a természet, hogyan működnek a növények. A locsolást egyébként szakszerűen és tervszerűen végezzük, hogy egyrészt az önkormányzat cégének, a negeknek a munkatársai végzik a közbeszerzésen beszerzett vállalkozások munkatársai ezt a munkát, és azok a egyéb szerződéses állami partnerek, akik ezen a területen még dolgoznak. Összesen egyébként 32 dolgozó az, aki folyamatosan végzi ezeknek a növényeknek a locsolását, és a felhasznált vízmennyiség bővétel egyébként egészen pontosan tudom mondani, ebben az évben az 4398 földméter. Minden esetben, minden növénytelepítésnél az elvárás az a heti egyszerű locsolás, ami a terület, ahol ez többet igényel, és ott több esetben is ez megkörüljük. Azonban a munkákat szeretnénk nyomon is követni, úgyhogy nem végében indítottunk el egy felmérést, hogy a elültetett fák milyen állapotban vannak, és ezzel azt tudom megmondani, hogy 11% kérdéses, de így sem lehet még ilyen, hogy ezek a fák nem érték túl az átültetést, az ültetést, hiszen ebben a nagy merekben, ahogy az előbb utaltam, ezt mondom, a szakemberek szépen tudják mondani, a fák gyakran úgy reagálnak, hogy a leveleiket visszahúzzák, csökkentik, vagy bedobják, és aztán, amikor újra időszak következik, akkor újra kihajtanak. Ettől függetlenül, hogy ezt a százalékot figyelembe veszünk, ez teljesen normális, és egy fajültetés esetében ez sajnos előfordul, és ez az arány ez teljesen jó arány, amit én most elmondtam. De természetesen minden olyan segítséget, amit ön is elmondott, hogy megtesznek, nagy örömmel fogadunk, és azok a Debrecen polgárok, mert nem egyedül van, akik esetleg az ő környezetében elültetett fákat bocsolják, azt nagyon köszönjük, és ezzel nyilván hozzá tudunk járni. Hogy fásítási program minél sikeresebb legyen. Jövőben egyébként szeretnénk még jobban bevonni a debreceniek a fásítási
kisítási programba, és szeretnénk olyan helyre jutatni a fánkat, a közteményeken, ahol környéken lakók részt tudnak látni, és tudnak segíteni a fáknak a hordozásában. Ez azért is fontos, mert a közterület az mindenki, akik ott laknak néven számukra az a területre legfontosan, és ebben tudunk szintén egy városként működni, közösen gondolkodni, akkor az mindenképpen segíti azt, hogy nem lesz hosszú távon is egy zöld városlétba menni. De arra vonatkozom, hogy a fák hogyan tudnak, hogyan viselkednek itt ilyen időszakban, arra vonatkozom szakembereket javaslom meghallgatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!